ez a műfaj, amiben végül ez a film elkészült, ez az én felfogásomban korábban rendelkezett hagyományokkal Magyarországon, tehát a régi tévés időszakban, amikor a közszolgálati tévé még csak egyeduralkodó volt, akkoriban még voltak ilyen portréfilmek, vagy amiről ebben az esetben beszélünk, inkább úgy mondanám, hogy dokumentumjátékfilmek. És ez valahogy a magyar televíziózásból eltűnt, miközben meg az érzésem szerint a tematikus csatornákon, főleg a világon mindenhol, rengeteg olyan téma feldolgozásában segít ez, ahol kellő mennyiségű információ áll rendelkezésre, vagy egy teljesen dramatizált mű elkészítéséhez, vagy pedig egy ilyen hibrid formátumhoz, hiszen képi dokumentumok, archív, képi anyag, akár mozgókép, akár állókép, az nem maradt fönn. Te még a fejét is megsimogattad a Katának, vagy valahogy hozzá, vagy igen, vagy a vállalatot, és akkor nekünk kellene így itt átjönnünk, Kata átnéz az Ákosra, és az Ákos pedig elkezdi elvenni, és fönt vagyunk a babával, átmegyünk az Ákosra. Szükségemhez kamerára és objektívre. Olyan pillanatokat próbáltunk megtalálni, amik nagy valószínűséggel valamilyen formában bekövetkeztek, vagy vannak anekdóták, amik igazolják ezeket az eseteket, de olyan konkrét esettel, ami a családi legendáriumból, vagy pedig a Richter közvetlen közelében élők és dolgozók körében fent maradt volna, csak nagyon áttételesen kerültek bele a filmbe. Nem lehet tetten érni sem azt, hogy az általunk megvalósított jelenetek azok a történelem hamisításai lennének, sem pedig az ellenkezőjét, hiszen a végkifejletek, a tények, amik bizonyíthatóan megmaradtak, azok igazolják, hogy ilyen események vezettek hozzájuk, mint amiket mi a filmben megmutatunk. A világtörténelemnek egy olyan pontján lépő ki a porondra, amikor az ilyen határozott gondolkodású emberek, mint amilyen Richter Gedeon volt, az ilyen karakán és elszánt emberek döntései, azok bizony nemzedékekre, hosszú-hosszú évekre, akár évszázadnyi időre is komoly befolyással lehetnek az utókorra. Miután megismerjük ezen a filmen keresztül sok váratlan fordulattal, sokszor kapva tőle olyan élményt, amitől az ember a homlokára kell, hogy csapjon, hogy lehet, hogy én ezt nem tudtam eddig. Utána kimegyünk az utcára, és nem lehet egy magyarországi városban túl sokat menni, túl hosszan sétálni az utca, hogy valahol ne kapjuk el az ő nevét kiírva. Ez nem egyszerűen egy cégér, ez nem egyszerűen egy márkanév, ez egy hagyaték, ez egy örökség. És akkor kell neked rájönnöd, hogy fölöltöttem, és fölpattanni, és felmenyekében. Az ember, amikor megkap egy szerepet, akkor hiúságát, vagy a sznobériáját megérintheti, vagy legyezgetheti az a tény, hogy egy neves személyiséget játszik el, de a lényeg soha nem ez természetesen, hanem milyenek a jelenetek, kik a kollégák, milyen a stáb, és ebben az esetben pedig az a külön kihívás, hogy egy időskorára alaposan elhízott, és hát nálam korosabb embert kellett eljátszani. Volt azonban valami, ami Richter számára fontosabb volt, mint a pénz. Hogy megőrizze a függetlenségét. Az időben való előrehaladást, azt egy ilyen hosszúságú filmnél bizony kellett erre egy megoldást találnunk, így született meg ennek a mesélőnek a figurája, akit Seres Zoltán alakít. Az ő funkciója tulajdonképpen a film egész küldetésének a
az emberi testbe öltése, egy ilyen elhagyatott lakásban szedegeti össze az emlékeket, és egy albumba ragasztja be őket, hol egy képet, hol akár egy gyógyszeres doboz fedelét, vagy egy tablettát akár, vagy egy újságcikket, de hogy halad előre a történetünk, mindig egy-egy tárgy, egy-egy képi emlék előkerül, és ő ezeket szépen iktatja, és a végén összeáll egy emlékkönyv, egy emlékalbum, és azt hiszem, hogy egyébként az, ahogy ez lezajlik előttünk, az körülbelül jól mutatja, hogy mi a filmünk feladata. Rengeteg apró információ töredékből és történetfoszlányból próbáltuk meg fölépíteni és érthetővé tenni Richter Gedeon életének a legfontosabb állomásait. Szerintem miért utána az a szünet, ez most két okból, szerintem legyen sokkal rövidebb, mert pont kéne elmenni, igen. Remekül tudtam a Dáviddal dolgozni, ez egy nagyon érdekes helyzet, mert én nagyon régóta ismerem őt, még az Üvegtér is kettő forgatásán ismerkedtünk meg. Ő színészből is van, és tekintettel arra, hogy én magam abból vagyok, én magam is az is szót használhatom, az, ahogy felrak egy jelenetet, az nekem ismerős technika, és gyakorlatilag azonnal otthon éreztem magam. Egy picit lehet már annyit, hogy az elején egy picit még beszéltek közben, mint hogyha tényleg most meghúztad volna, és abban egy kicsit, jó? Bárkinek szerintem komoly fejtörést okozna találni egy magyar színészt, aki Richter Gedeont olyan hosszú időt felölelve, 30 vagy 40 évet felölelve meg tudja formálni, mint ahogy a Rudolf Péter teszi ebben a mi filmünkben. Az a fény, az a mosolygás a szemeiben, ami még akkor is jelen van, amikor a Péter valami nagyon komolyat mond, még egy drámai jelenetben, még akár egy sírás vagy elérzékenyülés pillanatában is ott lobog az a kis tüzecske. Amit én tudok erről az emberről, ez egy nagyon nagy hasonlóság kettőjük között. Gyakorlatilag nem nagyon tudnék elképzelni mást erre a szerepre. Tehát azt mondja, hogy az ott a te neved? Látja, nem? Ott a nevem. Tévedsz, ott robban fel, szerintem az én nevem. Amire 50 évig nagyon vigyeztem. Szerintem az ott tört ki belőle. Okay. Én arra jobb nem. Tehát ez még szerintem gyorsan. Ez jó, rendben. Akkor el lehet menni. Hát itt volt egy nem egyszerű maszkom, két és fél három órán át készült, és itt a statisztéria össze is vitatkozott, hogy én vagyok-e, amikor elkészült. Tehát nyilván nem kevés réteg került az arcomra. Ez az egyszerű tény magában egy kihívást jelentett, mert nem tudhattam, egy darabig nem bíztam abban, hogyha én valami engem megérint, ami valamilyen módon megjelenik az arcomon, az valóban meg is jelenik az arcomon, de aztán megnyugtattak, hogy így van. A maszknál nem az volt a célunk, hogy őt mindenáron hasonlóvá tegyük Richter Gedeonhoz, hanem a Péteren szerettük volna tetten érni a kort és az öregedést, és ennek az előkészítése abból állt, hogy a maszkmester levett egy maszk mintát, tehát a Péter valamennyi vonásáról egy rettentően részletes maszkot készítettek. Az öregedésnél a dolgok valahogy úgy megnyúlnak, elengednek, az arccsont egy kicsit láthatóbbá válik, vagy éppen egy kis zsírpárna fedi el, a fülcimpák megnyúlnak, az ember szeme körüli ráncok jobban kivehetővé válnak. Egyébként ez például egy olyan pontja a maszknak, ami nagyon könnyű elcsúszni, mert hogyha ez túl nagy jelentőséget kap, akkor az erőltetett öregítésnek tűnik. A maszk az 50%-át tudja megcsinálni ennek a munkának. A másik 50% az a színészen múlik. Az egyik legszembetűnőbb,
a valódi öregedés megkezdésénél a beszéd nehézsége, vagy nehézé válása, hogy hiába értelmes és összeszedett a beszéd, mindig egy picikét nagyobb, egyre nagyobb erőráfordítást igényel. Szóval nagyon sok apró dologból, és mozgásból, és gesztusból áll össze az, aminek az 50%-át jelenti csak ez a maszk, és a másik fele az pedig az a szörnyű nehéz feladat, hogy bizony a színésznek meg kell öregednie. Az utolsó képsor, a dunaparti szörnyűség, az hát sok-sok filmben visszatérő végkifejlet, más nem is lehet. De azért ez egy eleme, egy nagyon fontos eleme, egy szörnyű, egy csodálatos élettörténetnek. Tehát azt gondolom, hogy mindent egybevéve ez a film és az, amit ő egész életében összerakott, és ami kapcsán mi is itt ülhetünk, és egy dokumentumfilmet készíthetünk, azért az valami csoda. Itt van ez a szörnyű vég, de valahogy jobb érzés lenne, ha nem erről szólna, nem tud nem erről szólni természetesen, nem tud más vége lenne ennek a filmnek, mint amit a történelem produkált, de azért az életpálya, az elszántság, vagy az öntörvényűség, ami Richter Gedeont jellemezte, és amely talán az utódokra is hat, amit vagyok gazdaságilag ott jártas a témakörben, de azt gondolom, hogy talán az egyetlen, vagy egyike a magyar multiknak, az nem véletlen. Mindenki, aki ismeri a háború magyarországi történetét, budapesti történetét, ha csak felületesen is, azt tudja, hogy 1944-ben, 44 végén mi történt a Dunaparton, és hogy Richter Gedeont nem valamilyen külső erő, nem német katonák, nem az SS, hanem magyar emberek, nyilasok ölték meg, sok más honfitársunkkal együtt. A célunk, hogy bemutassunk egy életet a lehető legőszintébben, és hogy egyértelművé tegyük, hogy hogyan kellett, hogy véget érjen. Szeres masel, ami ne éljen bevallani, ha van szívében valaki. Hol te már, szeres masel. Az, hogy ő el is mehetett volna, és onnan visszafordult, mert nem visszafordult ezzel a poénnal, ha igaz, hogy a feleségének nem tetszett a hálókocsi, egyszerűen nem tudta itt hagyni, amit fölépített. Ahogy szerethették őket a munkásai, ahogy mindenki, ahogy hallom, mindenkinek tudta a nevét, tehát van egészen különös családias viszony alakulhatott ki ebben a gyárban, közte és a dolgozók között, miközben a tisztelet nyilvánvaló mondom jelen volt. Ez nagyon imponáló, meg arra, hogy az ember is érti azt, hogy hogyan maradhat fenn egy gyár ilyen sokáig. És nem is, amikor a gyár szó, az tulajdonképpen hideg is ehhez, mert ezek szerint ez egy közösség volt itt, akik egy valaminek az érdekében tudtak működni. És ez persze megint túlmutat önmagán, mert nyilván azok a dolgok tudnak működőképesek lenni, ha az alkatrész nem alkatrész, hanem rész. Én arra gondoltam, hogy az mindenki mondhat annyit, hogy minden jót, jó utat, sok szerencsét mindenkinek legyen, tehát azokat kéne fogadni, tehát most ők... Várj, itt most még úgy néz ki, hogy én ne lépek? Itt most mindenki azt hiszi, hogy te lelépsz. Én is? Nem, te vagy az egyetlen, aki nem, de még a feleséged is azt hiszi, hogy te lelépsz. De még hihet, akarhatta, nem tudjuk. Akarta, csak tehát nem ment. Hát akkor ezt a színjátékot nem nyomnál el, tehát itt még szerintem azt kell higgyen, hogy el fogok menni magát. El fogok menni. Szakértőinkkel elég szoros együttműködésben jó előre végig gondoltuk, hogy mik lesznek azok a témák, amikben ők megszólalnak, és hát bizony ettől függetlenül azért még nagyon sok érdekesség előkerült. De a célunk az volt,
hogy a szakértők minden esetben még egy plusz információt, még egy kis színt hozzanak a történetünkbe, ami által megismerjük azt a világot Magyarországnak, Európának és az egész világnak a századfordulótól a másik világháborúig terjedő korszakát. Egy forgatáson azt gondolom, hogy ami megmagyarázhatatlan kémia folytán a jó hangulat, az jót tesz a filmek, és oda kerül a vászonra. Nem tudom, mik az okok. Valaki azt mondja, hogy teljesen mindegy, és a hisztéria, hát hisztéria, csak készüljön el, és akkor ez egy professzionalista kérdés, jó helyen kell állni, és bejönnek a fények. Valahogy nem így van. Én legalábbis én sokkal jobban tudok dolgozni egy ilyen közegben, amiben most is dolgoztam, ahol a hang emberi, ahol a humor jelen van, és közben mégis professzionalistán és átház elszántsággal dolgozok, és erre most ez volt jellemző, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehettem. Tanulság, hogy egy olyan becsületes ember volt, hogy szerette a munkáját, szerette a családját, szerette a hazáját, mindent, amit csinálta, szeretett csinálni, szívvel csinálta, és örömöt okozott neki mindez. És hagyott egy óriási nagy nevet maga után, ami még mindig úgy, ahogy írja a cím, nem tűntem el. Tehát ő nem tűnt el, nem halt meg, ahogy mondják, hogy meghalt.